Pirosmezben a Dunaujvárosiak és Kékfehérben. A vasárnap esti találkozó mindkét gárda számára tét nélküli volt, ugyanis a Dunaujvárosiak már megnyerték az alapszakaszt, a vendégek pedig nem jutottak be a rájátszásba. Ennek ellenére az acélbikák igyekeztek kiszolgálni a kilátogató szurkolókat, és a negyedik percben már 2-0-ás hazai vezetést mutatott az eredményjelző. Az első harmadban még kétszer talált be ellenfele hálójába a DAB. A második játékrészben ott folytatták a hazaiak, ahol abba hagyták. Lindgren góljával már 5-0-ra vezetett a Lund csapat. Az utolsó felvonásban mindkét együttes betalált, így kialakult a 6-1-es végeredmény. Bízok benne, hogy folytatjuk a mai teljesítményünket, bár nem lehet azt mondani mai napra, hogy mindenki kiadott magából mindent. A Csíkszerellának eldőlt a sorsa tegnap vagy tegnap előtt, és a miénk is már elég régen, úgyhogy úgy gondolom, hogy próbáltunk arra figyelni, hogy ne legyenek sérülések, vagy több sérülésünk. Annak ellenére lehet, hogy becsúszott egy, de ez a csapat van, menni kell tovább, és bízok benne, hogy egy hasonló sorozatot fogunk tudni produkálni, amit itt januárban. Mivel az alapszakaszt megnyerték, a február 26-án induló rájátszást hazai pályán kezdik a Dunaujvárosiak.